Hello, hello! Jó napot kívánok mindenkinek! Ma megint csinálunk egy ilyen francia videót, de hogy kell franciául olvasni? Kezdjük, jó? A z hangot kimondani lehet a z betűvel, de lehet az s betűvel is. Például zéro, zéro, az a nulla, zéro. És például une rose, egy rózsa, une rose, egy rózsa. Tulajdonképpen ez elég egyszerű. Ha két magányhangzó betű között van egy s, azt z-nek mondjuk ki. Ha két magányhangzó betű között kettő s van, akkor s-nek mondjuk ki. Mint például la valise, valise, a bőrönd, la valise, a bőrönd, tousser, köhögni, tousser, tousser. Azért, hogy a C betű sz hang legyen az A betűvel, meg az O betűvel például, alá kell rakni egy ilyen kis, úgy hívják franciául, hogy cédille, une cédille. Mint például ebben a szóban, hogy ça, ami azt jelenti, hogy ez, ça, például ça va, jól vagy. Ez egy rossz példa, mert pont ebben nem az jelenti, hogy az, hogy ez, de ez tulajdonképpen ez a jól vagy, ez ça va, ez úgy kéne átfordítani, hogy ez van, vagy ez jól van, vagy ez egy kicsit bonyolult megmagyarázni. Szóval ça va, ez jól vagy. Jól vagy, ça va? De különben, vagy ça serait bien, ez jó lenne, ça serait bien, ez jó lenne, ça serait bien. Amikor gyorsan beszélünk, akkor úgy mondjuk, hogy ça serait bien, de különben úgy írjuk, hogy ça serait bien, ça serait bien, jó lenne. És például az O betűvel, mint ebben a szóban, hogy lecke, leçon, leçon, la leçon, a lecke. Remélem, hogy tetszett ez a lecke, és majd legközelebb is találkozunk. Sziasztok!